főleg a gyerekekhez fogok szólni, de a szülőknek is nem baj, ha ide figyelnek. Ha egy sötét szobába bemegyünk, akkor hogyan lehet fényt gerjeszteni abba a sötét szobába? Hogy? Nagyon jó, felkapcsoljuk a villanyt, vagy, ha nincs villany, gyertyát gyújtunk. Tüzet rakunk, hát csak a kályhába gondolom, tessék. Zseblámpával, hát még. Valaki az egyik faluban azt mondta, hogy előveszük, tessék. Ki kell nyitni az ablakot és kihúzni a függönyt. Ó, igen, hogyha kint éppen világos van, de ha kint is sötét van, az egyik gyerek azt mondta, hogy előveszem a mobilt. Erre is jó a mobil, hogy megnézzük vele a kulcsukat, ugye? Hát a sötétség az nem kellemes dolog. Az ember Isten úgy alkotta meg, hogy szüksége legyen a fényre. Fény nélkül nem bírna élni az ember. Ezért van az, hogy amikor kint sötét van, akkor mit tesz az ember? Általában alszik, ugye? Most már vannak munkahelyek, ahol éjszaka is dolgoznak, de a legtöbben alusznak éjszaka, mert Isten úgy alkotott meg minket, hogy mi a fénnyel együtt működjünk, szükségünk van a fényre. A növénynek, a növényeknek, az élővilágnak szüksége van a fényre. Mit termel egy növény, hogyha fényt kap? A nap rásüt. Nagyobbak kell tudják. Oxigén. Ki mondta? Oxigén. És mit termel még az a zöld anyag, hogy hívják? Klorofil. Látom, jártok iskolába. Ha nem süt rá a nap, nincs fény, akkor nem termelődik oxigén, amire nagyon nagy szüksége van nem csak a növényvilágnak, hanem nekünk, embereknek is. Így teremtett meg minket a Jóisten. De ki mondja meg nekem azt, hogy miért van most éppen, mindjárt éjszaka lesz, miért van sötét éppen most itt a Földön? Mondjad? Mert Isten úgy alkotta meg. Hogy alkotta meg? Hogy világos legyen és sötét. És világos legyen és sötét. Na, akik már nagyobb osztályban járnak, azok meg tudják mondani, hogy miért. Ha megvan ugyanaz a fény, lássuk, valaki más gondolkodik-e még, aki itt van? Ti? Mondjad? Mert a Föld forog, és a nap nem mindig ugyanazt a részét süti. Gondolom, a felnőttek is erre gondolhattak. Így van, nem a nap forog, hanem mi forgunk, ugye? Tessék? Mikor mi forgunk, mikor itt sötét van, akkor más, amikor másoknál, akkor nap van. Mikor náluk van sötét, akkor náluk van nap. Jaj, de okos magyarázat. Köszönöm szépen. Így van. Tehát a nap nem változtatja a helyét. Tegyen fel, hogy az a csillár a nap, ugye? És amikor szembe fordulok a csillárral, akkor itt fény van, világosság van a Földnek ezen a részén. De amikor a Föld elkezd fordulni, fordul, és mikor ebbe a pozícióba kerül, akkor mi történt? Sötét van. Miért? Mert már nem a nap. A hátulnak. Hátad fordított a napnak. Ez egy nagyon egyszerű fizikai tény, nem is gondolkodunk rajta, mert olyan természetesnek veszünk. De tudjátok-e azt, hogy így van ez szellemi vagy lelki értelemben is? Amikor a Jóistennek mi hátat fordítunk, akkor mi sötétségbe kerülünk. A Biblia azt mondja nekünk, az Isten szava, hogy amikor az ember hátat fordít Istennek, akkor mi történik vele? Hova kerül az élete? Hova kerül a lelke? Hát mondjuk, hogy a sötétségbe. A pokol az még egy későbbi téma. Ezzel a szívvel, ez fekete X van benne, ez jelképezi azt a sötétséget, ami a szívünkben van akkor, amikor hátat fordítunk Istennek. Na itt kezdődik az embereknek a nagy problémája. Amikor hátat fordítunk Istennek. És amikor hátat fordítunk Istennek, akkor csúnya gondolataink támadnak, akkor a kezünk néha agresszívan viselkedik, akkor a szánk nem azt mondja, amit kellene mondania, akkor a szívünk nem úgy érez, ahogyan éreznie kellene, azért, mert hátat fordított Istennek, és a sötétségbe került a szívünk. Ezért van nagyon sok gonoszság a Földön. Nem Isten a hibás emiatt, hanem mi vagyunk a hibások, mert hátat fordítottunk Istennek. Mielőtt az Úr Jézus lejött volna erre a Földre 2000 évvel ezelőtt, nagyon nagy sötétség volt. Voltak időszakok a Földön, amikor annyira elhatalmasodott a sötétség, mondjuk így a bibliai nyelven, hogy a bűn,
hogy az emberek már annyira sok bűnt követtek el, hogy nagyon nagy sötét lett. Emlékeztek egy ószövetségi történetre, amikor Isten már annyira megharagudott a sok-sok sötétségre, hogy elhatározta, hogy az embereket el fogja pusztítani a föld színéről. Mindössze 8 ember maradt élve. Melyik volt ez a történet? Tessék? Noé, az özönvíznek a története. A Biblia azt mondja, hogy annyira elsokasodott, elhatalmasodott a bűn, hogy Isten megbánta, hogy az embert megalkotta, és elpusztította. Csak 8 ember maradt életben. Noé felesége, Noénak a 3 fia, és a 3 menye. Milyen szörnyű dolog az. Vajon ma hogy viselkednek az emberek? Ma milyen világos az emberiség, vagy inkább megint sötét? Van sötét is, meg világos is, azt mondja, igazad van, tessék, nagyon sötét szürke, én szerintem már nagyon közeledik a feketéhez, a szürkének van ilyen meg olyan árnyalata. Hát a Jóisten nagyon sok mindenre rámutathatna ma este, hogy ez sötétség a szívedben. Hát nem csak a felnőtteknek van sötétség, még a gyerekekkel is megtörténik az, hogy sötétségbe kerül a szívük. Amikor a pattársad életlenül meglök, és akkor azt már tintával nem írtok, ugye? De a vonalat félrehúzod miatta, akkor azt szoktad mondani, ja, nincs semmi baj, nem szokott ilyen történni. Ugye nem ezt mondod? Nem, hanem lehet te is visszaúgy. Miért dobtál meg? Miért löptél meg engem? Ez azért van, mert a szívünkben sötétség van. Nem azt tesszük, amit kellene tenni. Amikor a másik csúfol téged, akkor te hogy szoktál válaszolni? Ó, nem baj, szokta ezt még más is mondani nekem, ugye? Nem, még visszacsúfoljuk őket, még lehet még nagyobbat mondunk, azért, hogy nehogy én maradjak alul. És ez mind arról beszél, hogy a szívünkben sötétség van. De mit teszünk azért, hogy a sötétséges szobából elmúljon? Ugye mondtátok, fényt gyújtunk. De a szívbe ki tud fényt gyújtani? Nem elég a csillárokat felgyújtani, reflektorokkal rávilágítani valakire, a szíve csak sötétben marad, mert a külső világosság nem megy oda be. Hát azon az éjszakán, amikor az Úr Jézus megszületett, azt mondja a Biblia, hogy egy nagy fényes csillag jelent meg az égen. Nagy fénye van egy csillagnak? Mekkora fénye van a csillagnak? Beragyogja az egész várost? Na, ugye nem akkora nagy. Mivel mi távol vagyunk a csillagtól, ezért nem olyan számot tevő a fénye. Annyira elég, hogy tájékozódni tudjunk a csillagok után, ugye? Ez elég volt arra, hogy ezek a napkeleti bölcsek, hogy királyok voltak-e vagy sem, ezt nem tudjuk. A Biblia csak annyit mond, hogy napkeleti bölcsek, amikor vizsgálták az eget, látták, hogy az a csillag egy király születését hirdeti. És elindultak. Hova indultak el? Mondjam. Betlehembe vajon oda indultak-e? Oda jutottak, de nem oda indultak. Mondja. A csillag után elmentek Jeruzsálemig, de nem oda kellett volna menniük, mert nem figyeltek végig a csillagra. De a csillag elég volt arra, hogy őket elindítsák egy jó úton. De ez nem volt elég. Nem volt mindenki ilyen tudós ember. Ma sem mindenki olyan tudós ember. Nekik elég volt, de nagyon sok millió ember élt, akiknek nem sokat jelentett még egy csillag, vagy még egyel kevesebb. Aztán nézzük meg egy másik fényt is, ami azon az éjszakán megjelent. Kik voltak ezek az emberek? Előadtátok, ugye? Pásztorok voltak. Betlehem egy dombvidéken terül el. És ahogy végignéztetek, ha végignéztetek volna azon az éjszakán, Betlehem dombvidékein voltak pásztorok. Raktak tüzet itt is, ott is, tábortüzet, amott is. Több tábortűz jelent meg az éjszakában, de az nagyon nagy fény volt. Nekik elég volt melegedni, ugye, meg látni azt, hogy mi van a tűz körül, vagy esetleg a bárányaikat lássák, de nagyon sokan nem látták azt a fényt, sőt, már Jeruzsálemből sem látszott az a fény. Az nagyon kevés volt. És akkor, ahogy ők ott kint vigyáztak,
a bárányaikra hirtelen nagy fényesség lett. A Biblia azt mondja, hogy egyszerre megjelent egy angyal az égen. És olyan fényesség lett, beragyogta az a fényesség az éjszakát. No, kérdezem én, hogy honnan tudott egy angyal akkora fényt gerjeszteni? Hogy lett olyan nagy fény az éjszakában? Mit gondoltok? Voltak lámpái felszerelve az angyalnak, olyan fényessége lett egyszerre? Vele volt Jézus. Vele volt. Jézus hol volt? Hát nem ott volt Jézus, hanem már Betlehemben volt, benne az istállóban, a jászolban. Hanem honnan jöttek ez az angyal? Mert utána azt mondja a Biblia, hogy még jöttek angyalok, és elkezdtek énekelni. Egy egész nagy csapat angyal jött. Honnan jöttek ezek az angyalok? A mennyországból. És ki lakik a mennyországban? Isten. A Biblia azt mondja, hogy Isten a világosság Istene. Benne nincs sötétség. Ezért nem lesz éjszaka a mennyországban, mert ahol ott van Isten, ott nincs sötétség sohasem. Nem megy le a nap, nem is kell nap, mert az Isten fényessége ragyogja be a mennyországon. Én szerintem, az én magyarázatom szerint, azért hoztak akkora fényt le az angyalok, mert az Isten jelenlétéből jöttek, és az Isten jelenlétében feltöltöttek az ő fényességével. Csodálatos a mennyországban. Hát majd meglátjuk, és szeretném, hogy mind oda jussunk, mindenki meglássa azt a fényességet. Jöttek az angyalok, és nagy fényesség ragyogta be a Betlehem mezeit. De Jeruzsálemben látszott ez a fényesség? Nem. Csak ott a Betlehem mezein. Vajon ezt a fényt akarta Isten elküldeni? Ennyi elég lett volna ahhoz, hogy az emberek a világosságra jussanak? Bizonyára nem. De Isten elküldte a fényességet, az igazi fényt, az igazi világosságot, és nagyon érdekes módon küldte el. Egy kicsi istállóban. És mikor megjelent az Úr Jézus, hát nem volt ott több fény. Lehet, hogy gyertyára is alig jutott Józsefnek és Máriának, így külsőleg nem volt ott nagy fényesség. Nem is történt egy nagy csoda azon az éjszakán már olyan értelemben, hogy Isten felkapcsolt volna nagy reflektorokat, és ami csak létezik a Földön, erős reflektorok, oda világítsanak arra a jászolra, hadd lássa Heródes is, meg mindenki, hogy ott az Isten fia. Nem történt ilyen. Ez csak képletes ez a világosság, ami itt ezen a rajzon van, mert ez nem is volt ott akkor. De valamit tudunk a Bibliából. A Biblia nekünk elmondja azt, hogy az Úr Jézus a világosság. Nézzétek csak, mit mond a Biblia. Az igazi világosság eljött a Földre, amely megvilágosít minden embert. Az igazi világosság. Később maga az Úr Jézus mondja el, hogy én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, nem jár a sötétségben. Mert az Úr Jézus világosság. Nem olyan világosság, mint amit a csillár vagy a reflektor ad, hanem ő az a világosság, aki a szívbe világít be. Aki a szívünket tudja felfedni és megmutatni. Na erre a világosságra volt szüksége az embernek. Hogy jobban megegyezzük ezt az igazságot, akik közelebb vannak, lehet jobban látják, az van odaírva, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. És ez van a János Evangélium a 8. rész 12. versében. Na, olvassátok velem együtt, jó? Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János Evangéliuma 8. rész 12. verse. Vagyis ez az igevers azt mondja, hogy aki az Úr Jézust követi, vagyis keresztény embernek vallja magát, mert ezt jelenti, Jézus követőjének lenni, az nem marad többet a sötétségben. Na ez mit jelent? Itt ennél maradtunk, ugye?
hogy az ember szíve ilyen sötét, amíg hátat fordít Istennek. Az a folyamat, amikor mi szembefordulunk Istennel, ezt a Biblia megtérésnek nevezi. Minden embernek szüksége van Isten felé fordulni. Ez a megtérés. Amikor engedjük, hogy Isten bevilágítson a szívünkben. Na, még egy kicsi idő, és aztán szabadon engedlek. Ha tegyük fel, egy sötét szoba volt, ugye, és felkapcsoljuk a lámpát, akkor mi látszik meg a szobában? A világosság van, de a világosság mit mutat meg a szobában? Ami a szobában van, ugye? Amikor felkapcsolják a lámpát, akkor látszik, hogy hú, itt a székek összeviszonnak borogatva. Akkor meglátszik az, hogy az asztal terítő le van húzva az asztalról. Sötétben ez nem látszott. Akkor meglátszik az is, hogy a szemét nem összeseperve van, hanem a sarokba oda beszórva a szemét. Így van ez, amikor Isten bevilágít a szívünkbe, akkor kiderül, hogy mi van benne a szívben. Ezért jött az Úr Jézus, hogy én vagyok a világ világossága. És aki az Úr Jézust elkezdi követni, az meglátja a szívében a sötétséget. Én 14 éves voltam, amikor az Úr Jézus bevilágított a szívembe. És én is elhatároztam, hogy őt fogom követni ezután. És megértettem azt, hogy az nem jár a sötétségben. Nem maradott, hanem kijön a világosságra. Hát Isten ezt szeretné, hogy azt a sötét szívet kicserélje egy ilyen világosra. Én nem tudom, hogy neked most milyen a szíved. Ilyen, vagy ilyen. Az Úr Jézus azért jött, hogy mindenkinek a szívét ilyenről, ilyenre cserélje ki. A mennyországba azok az emberek fognak bejutni, akiket Isten már megtisztít. Mert ő nem csak megmutatja, hogy milyen a szívünk, hanem Jézusnak hatalma van arra, hogy kiseperje, kitakarítsa a sok rosszat a szívünkből. Ha megnézitek jól ezt a rajzot, akkor egy kereszt alakja van, ugye? A két szíven kívül. Mert Jézus Krisztus valóban a keresztfán halt meg a bűneinkért, és így lett ő a világvilágosság. Így van neki hatalma megbocsátani a bűnöket, az embereket jóvá tenni, békességet hozni és boldogságot hozni az emberek szívébe. A felnőtteknek is, és a gyerekeknek is. Ezért szép nekünk a karácsony. Mert a Biblia azt mondja, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár a sötétségre, hanem bővé lesz az életnek világossága. Azt kívánom, hogy így ünnepeljétek a karácsonyt. Az Úr Jézus Krisztussal. Köszönöm.